Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 13-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Ez a felső kép megadja rá a választ. Ez a kereszt mutathat vallási témákat, vagy egy új spirituális utat számára, ahogy ő döntött. Ez a kereszt utalhat kármára is, és arra, hogy az ő élete útján eljutott egy kereszteződéshez, ahol megáll egy pillanatra, és felteszi magának a kérdést, hogyan tovább. Ez számára, vagy számotokra egy sorsdöntő fordulat lehet. Titeket is érint, mert ez látható ezen a képen, a második kártya erre utal. A kérdés az lenne, milyenek az ő érzelmei, milyen az ő érzelmi világa. Erre megadja ez a kártya a választ. És mi a válasz? Ti álltok a középpontban, és ezt ő érzi, és ezt ő tudja is. Ti lelkileg közel álltok egymáshoz. A harmadik kérdés az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. A hold megadja rá a választ. Őneki vannak álmai és vágyai. Vár arra, hogy ti nyitottsággal, érzésekkel közeledjetek hozzá. Pontosan ez, amit ő kíván, és ebben reménykedik. Jól fognak alakulni a dolgok, mert várható egy meglepetés, vagy egy ajándék, egy meghívás, erre utal ez a virágcsokor. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!